Balra! Át! Schmidt Roland törzsőrmester elmondta, a katonás napirend szerinti változatos programok során a cél a táborozók egyéni fejlődése, a csoporton belüli összetartozás erősítése közös élményeken keresztül. Az ország egész területéről érkeztek 12-14 éves korú gyerekek. A tábor 40 fős, mely egy hét alatt betelt, betegség miatt azonban 39 fővel kezdtük meg a tábort. Örömmel mondhatom, hogy a mai napon is tartjuk ezt a létszámot. Minden évben azt tapasztaljuk, hogy nagyon népszerű a táborunk. Rengetegen érdeklődnek, és több visszatérő táborozónk is van. A gyerekek fizikai állóképességét mérik fel, majd fejlesztik azt. Ugyanakkor élményszerű a mindennapi életben hasznosítható ismereteket adunk át. A programok játékosan vannak összeállítva, mindenki számára könnyen elsajátítható. Nekünk táboroztatóknak az a célunk, hogy a gyerekek mind egyénileg, mind csapatban hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, segítsék, támogassák egymást, és ügyeljenek a környezetükre. Mozgalmas foglalkozásokon vehettek részt a tanulók. 9 órakor kezdődnek a mozgalmas foglalkozások, mint például alaki foglalkozás, elsősegélynyújtás, túlélési módszerekkel ismerkedhetnek meg a táborozók, tájékozódási, tereptani ismeretekkel bővítjük a tudásukat. Természetesen kihasználjuk a helyi adottságokat is, közelharc oktatásban is lesz részük, különböző ügyességi játékokat állítottunk nekik össze, lesz akadálypálya is, tájékozódási verseny, menetgyakorlattal egybekötve. Egy az 50 ezres térképen, hogyha 1 milliméter tévedsz, akkor az hány méter lesz? 50. Vargyas Diana szeptembertől a Szekszári Ady Endre Technikumban kezdi meg kadétként a tanulmányait. Nagyon tetszik az emberek miatt, nagyon motiváló ez a tábor, mindenkinek nagyon ajánlom. És azért vagyok itt, mert amikor voltam beiratkozni, mondták, hogy van egy ilyen tábor, és ugye engem ez nagyon érdekel, ezt a szakot szeretném végigvinni az életben, és gondoltam, eljövök megnézni, hogy ki, hogy és mennyire érdekli. Ferkok Dénes először vett részt a táborban. Igazából az egyik barátom megkérdezte, hogy el szeretnék jönni, és mondtam, persze, kipróbálom, akkor ugyebár otthon is mondtam, hogy ele jöhetek, és mondták, hogy persze, már elég jó lenne, hogyha elmennék. És akkor eljöttem ugyebár, és igazából nagyon tetszik ez az egész katonai dolog, meg minden ilyesmi. Megfogjuk így a kezünket, ide a szekcsont alá rakjuk, és elkezdjük a pumpálást. A mai napon lesznek még menetgyakorlat, és különböző feladatokat fogunk csinálni. A foglalkozások közül a rejtőzködés, illetve a terepfeladatok tetszettek neki a legjobban. Irány utánam, ne tarts lépést! Indulj!